Üdvözlöm Önöket! A Könyvfluencer folytatódik. A kezdetekkor arra gondoltam, hogy nem szeretnék túl sokat elárulni egy-egy novella történetéből. A mai beszélgetés mégis egy hosszabb bevezetést igényel. Az elmúlt éveinket jelentősen befolyásolta a Covid. Nyomot hagyott életünk minden területén. Hatással volt egészségünkre, munkánkra, szabadságunkra, családi és más emberi kapcsolatainkra. Személyesen rám is. Sem a kereskedelemben, sem pedig a labdarúgásban nem tudtam azokban az években a megszokott ütemben dolgozni. Így a négy fal között hosszú napokon keresztül rég tervezett könyveket olvastam, és egy idő után azon kezdtem el gondolkodni, hogy képes vagyok-e magam is ilyen történeteket létrehozni. Vidám vagy szomorú, vélt vagy valós, szép, esetleg kevésbé szép történeteket. Nos, mint azóta kiderült, a válasz igen. Azt viszont, hogy milyen hatást képesek ezen történetek kiváltani, azt majd önöknek kell megválaszolniuk szeptember végétől kezdődően. Tehát, mivel abban az időszakban ötlött fel bennem először egy önálló kötet, egy könyv létrehozásának ötlete, így úgy döntöttem, hogy bármennyire is szeretném elfeledni azokat az éveket, egy történetet mindenképpen ennek az időszaknak szentelek. És az ehhez kapcsolódó interjút pedig egy olyan vendéggel forgatom, akinek a munkássága sokszálon futó, színes életpálya, és a tevékenységeire jelentős hatással volt a Covid. A vendégem már itt van, pár pillanat, és kezdünk. Lapról lapra! Stúdiónk vendége Illés Gyula Kiskunfélegyházáról, egy szakács, aki vadász, vagy vadász, aki szakács, minden esetre végzettsége szerint asztalos, aki mindezek ellenére 2022. májusában Kiskunfélegyháza város képviselőtestületétől a jótékony tevékenysége miatt kapott elismerő oklevelet. Szia Gyula, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és egy vasárnap ilyen korai órán a rendelkezésünkre állsz. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Gyulával a Pillanatok novellás kötet, Ha szemből fúj a szél című novellája kapcsán beszélgetünk, és az első kérdésemhez most kölcsönvettem Cilindertől az ő mappáját, hiszen elég hosszú. 2010-ben a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség magyar népi sütő-főző hagyományok őrzője kitüntetést adományozott neked. Sütöttél óriás palacsintát, amely 180 cm lett Kecskeméten, és ezáltal a Palacsinta Hercege címet kaptad. Így igaz. 2019-ben 2500 literes bográcsban főztél gulyásleves jászberényben, ezt megkóstoltam, isteni volt. Kiskunfélegyházán idén már 5. alkalommal kerül megrendezésre augusztus 26-án az általad életre hívott halászléfőző fesztivál. A legnívósabb magyar főzőversenyeken zsűrizel, meghívott vendégként többször jártál a Magyarország étele verseny döntőjén. 2015-ben Kalocsán részt vettél egy magyar rekord kísérleten, ahol töltött paprikából készítettetek 2130 darabot, és Kiskunfélegyházán minden városi rendezvényen magadra vállalod a főtételek elkészítését,
mindezt asztalosként. Hogy lett egy asztalosból egy ennyire foglalkoztatott szakács? Hát a következő. Én azt gondolom, hogy ahogy az ember a korral előre halad, úgy változnak az elképzelése az életről. Én kicsi gyerekkoromtól sokat voltam nagyszüleimnél, a nagymamámnak a konyhájába sürögtem, forogtam mindig, és a nagymamám, ugye, hát azt kell mondjam, 50 évvel ezelőttről beszélünk, fél évszázadról, és a nagymamám az nagyon finomakat tudott főzni, sütni, és én nagyon szerettem a mama körül forgolódni, a mama körül settenkedtem, mindig lestem a recepteket, kóstoltatta velem a nagymamám az ételeket, hogy milyen, és én azt gondolom, hogy ezt a szakács vénát, ezt a nagymamámtól örökölhettem meg, illetve ő oltotta belém ezt, hogy a főzésnek a szeretetét. Én ott voltam vele, amikor csak lehetett, és nagyon sok mindent, a mai napig az emlékeim úgy jönnek elő, hogy a mama ezt így csinálta, a mama ezt úgy csinálta, és ugye odaért az idő, hogy egy picit megemberesedtem, akkor egy pályát kellett választani valamerre, akkor éppen, ahol én felnőttem, Kiskunfélegyházán, egy idős asztalos bácsi volt a szomszédunk. És a műhelyébe az idősnek sokszor átmentem segíteni, de hát akkor még ugye ilyeneket kellett csinálni, hogy a forgácsot fölszedtem a bácsinak a műhelyébe, ki kellett hordani a forgácsot. Tehát ilyen megbízatásom volt. És a fának az illata, illetve azok a dolgok, amit láttam, hogy behozott az idős egy rönköt, és abból elkészült egy gyönyörű szék, vagy egy gyönyörű asztal, az engem nagyon megfogott. És ugye gyakorlatilag ez vitt arra, hogy valamilyen pályára irányuljak, és az asztalos szakma volt az, ami úgy közel állt a szívemhez. Édesapám legnagyobb bánatára, mert édesapám az kőműves volt, és mi öten voltunk testvérek, abból négy fiú, egy lány, és egyikünk se lett kőműves. Tehát apám legnagyobb szívfájdalmára egyikünk se vitte tovább a szakmát, úgyhogy így mentem az asztalos szakma irányába. Közben azért maradta a szakácskodás felé húzásom, maradta a főzés, és akkor belekerültem egy ilyen úgynevezett baráti körbe, ahol lakodalomba jártunk el főzni. Aha. És akkor ugye most megint vissza kell menni időbe, hogy ugye 40 évről beszélünk, és 40 évvel ezelőtt még ilyen 300-400 fős lakodalmak voltak, tehát nem ez volt, hogy 80-an most leülnek, vagy 50-en, és van egy jó kis lakodalom, 300-400 főre, és ott igen keményen kellett a lakodalomba, ott ezek az, így mondom, hogy paraszt lakodalmak voltak még, hogy ott a saját nevelésű tyúk volt, saját nevelésű disznó volt, tehát, és ezeken, tehát gyakorlatilag ezeken tanultam meg a szakács szakmának az alap dolgait, az alap fortéjait, és nagyon-nagyon jó nevű és nagyon jó szakácsok mellett csinálhattam ezt. Illetve ennek van egy nagyon jó barátom, nem tudom, mondhatom a nevét, Karádi Istvánnak hívják a barátomat, ő egy mesterszakács, ő mindig azt mondta nekem, hogy én azért főzök nagyon jó, mert én úgy főzök, mint az öreg asszonyok. És az öreg asszonyok, azok a lakodalomba is úgy volt, hogy mi főztük a pörkölteket, illetve csináltuk a sülteket, és a leveseket az mindig idős asszony főzte. Uh-huh. És ugye egy 300 fős lakodalomra oda kellett 150 liter leves. Most ugye a kiszámolott, hogy abban azt mondtuk, hogy 300 főre 30 darab tyúk kellett. 10 személyre van egy tyúk, 30 darab tyúk, és ezek főztek olyan leveseket, hogy most is, ha rá gondolok, összeszalad a nyál a számba, de hál' Istennek én is meg tudom főzni most már, csak egyetlen egy nagy probléma van, az alapanyag. Ezek most már nem azok az alapanyagok, amikkel most dolgozhatunk, amivel 40 évvel ezelőtt. Nincs ilyen, sajnos. Ha ilyenhez hozzájutunk, akkor azt tényleg azt mondom, hogy kuriózumként van, és az egy nagyon finom, én nekem van egy nagyon jó ismerősöm, az tanyán lakik, annál még van ilyen kapirgálós tyúk, kakas, azokból, ha időnként tudunk szerezni, abból egy csodálatos jó ételt lehet készíteni, de visszatérve erre a lakodalmas dolgokra, tehát ott tanulta meg az ember az alapokat is, ott ragad rád, meg érdekelt, foglalkoztatott a dolog, és ugye ez mindig a szabad időmből ment el, tehát az mellett, hogy én az asztalos szakmát üztem, az mellett ugye elmentem főzni, ez mindig hétvégére, általában szombati napon volt a lakodalom,
és akkor mindig arra esett. És akkor így jött az, hogy meghívtak ide is főzni, meghívtak oda is. Azért tudod, így a köznyelvbe megy az embernek a neve, a jó híredet keltették, nem a rosszat például. Uh-huh. És azért nagyon sok meghívásunk volt, és egy idő után már minden hétvégén be volt táblázva. Hmm. Tehát már nem is volt olyan, hogy szabad hétvége, hanem minden hétvégére főzésünk volt. És ugye közben telt múlt az idő, azért csinálgattuk a dolgainkat, ment az asztalos szakma, ment ez a főzés, és bele-bele jöttünk mindenbe. Körülbelül egy 20 éve már a Félegyházán vannak ezek a szeretet ebéd, illetve a rászorulóknak a hajléktalan szállóra. Például a tavalyi évben, ugye most tavalyról beszélünk, a tavalyi évben 6 alkalommal főztem a hajléktalanoknak, illetve a szeretet ebédet, különböző ételekről beszélünk, itt a szponzorok, akik segítették ezt, itt beszélek az izsáki házi tésztáról például, vagy beszélek a 100 forintos BT-ről, vagy beszélek a Vágóhídról, uh-huh. de magánszeméről is, bárkiről, tehát ők adják igazából ezt össze, tehát az önkormányzat anyagilag amennyivel tudja, támogatja. Nagyon nagy szerepe van ezekben a főzésnek a Balla László alpolgármester barátomnak, ő nagyon komoly feladatot vállal ebbe, és ugye csináljuk ezt már közel 20 éve. Hát most éppen ezelőtt, az interjú előtt este számolgattam, hogy a 6 főzés alatt körülbelül olyan 1000 embernek főztünk. Hát igen. Tehát 1000 ember állt sorba az ételért, és pont a napokban beszéltem az alpolgármester úrral, és azt kérdezte tőlem ilyen viccesen, hogy azt mondjam meg, hogy finom az étel, mert mindenki dicséri, az rendben van, mert az már rendben van. De hogy amikor nem tudjuk, hogy a hajléktalan főzésre, vagy a szeretet ebédre, vagy valamelyik főzésre is mennyi ember fog oda jönni. És úgy még tőlünk főzés nem ért véget, hogy valakinek ne jusson. Hm. Tehát azt kérdezte Laci, hogy van, hogy mindig jut mindenkinek gyakorlatilag. És most a legutóbbi körömpörköltnél, amit főztem, az 90 kg körömből, 60 kg krumplival, és kinéztem az utcára, amikor megnéztem a hajléktalanokat, illetve rászorulókat, hogy pörköltékek jönnek, hogy Jézus Mária, milyen hosszú a sor, hogy lesz, és elég lett. És a végén maradt annyi, hogy mi még esetleg ettünk belőle, és dicsérték, nagyon finom volt. Tehát még egyszer mondom, hogy közel 1000 embert etettünk meg. És akkor ez mellett még ugye csináltam a városi rendezvényen az adventi koszorún a gyertyagyújtást, az 4 alkalommal van, uh-huh. ott forralbort és teját készítettünk, alkalmanként 700 főre, tehát az is 3000 fő a teje, illetve a forralbor, és az is nagy sikerre van, hál' Istennek, mert évek óta visszajárnak, évek óta azt is én főzöm, évek óta visszajárnak az emberek, és nagy örömömre szolgál azért, hogy mindig megdicsérik azt, amit az ember készít. Hmm. És a mai napig megmaradt az asztalosság és a szakácskodás is, vagy ez most hogy működik? Igen, ez úgy van, hogy ugye az asztalosság meg a szakácskodás, ez próbálom, hogy együtt menjen a kettő, illetve hát úgy van, hogy ugye volt ez a 2010-es évben ez a gazdasági válság, akkor megroppant itt azért elég szépen minden. Én egy betéti társaságot viszek 23 éve már, egy faipari betéti társaságot, és mi is megroppantunk abba az évbe. Én akkor arra kényszerültem, hogy a saját műhelyem mellől el kellett menjek, valami munkát keressek, mert nekem volt 4 alkalmazottam, ugye azoknak se tudtam munkát adni, az a gazdasági válság az oda vágott bennünket rendesen, és pár évig próbáltam egyedül, még azért fönntartottam magam ebből egyebek, és az utóbbi években el kellett helyezkednem egy gyárba dolgozni, és ott 6-tól 2-ig dolgozok, és délutáni órákban az asztalos szakmával még foglalkozom, illetve a hétvégeim azok a főzések. Hát ugye most ez a december hónap például, ez csak a főzéseknek a szellemébe telt teljes mértékben, de csinálom az asztalos munkát is, és párhuzamosan megy ez a főzés, illetve a zsűrizés. Megjárunk külföldre, ugye itt mondhatom a Rácz Lajos barátomat, akivel több éves barátságunk van, ővel lejárunk Szerbiától Romániáig
főzni is, zsűrizni is, nagyon szeretnek bennünket, illetve mi szeretünk kijárni, nagyon jó a hangulat, meg szeretnek bennünket, úgyhogy remélem ez sokáig megmarad. Említetted most az imént a 2010-es, 2008-ban kezdődő, de 10-ben kiteljesedő válságos időszakot. És egy másik válságos időszakot is megéltünk azóta, ez a Covid által sújtott évek. Ott minden tevékenységed szüneteltetésre szorult, vagy volt, amit meg tudtatok tartani, akár a rendezvényeken, akár a szeretett ebédeken, vagy bármelyik jótékonysági rendezvényen? Ugye csak ezeket a rendezvényeket azért 90%-ba becsukták a Covid miatt. Ugye ezek el lettek halasztva, el lettek engedve. A Covid alatt igazából az asztalos szakma, ami ugye nem volt ehhez a Covidhoz kötve. Ugye ezt otthon csináltam, otthon műveltem, illetve mellette még dolgoztam. De ezek a rendezvények, mondjuk a Túrkevei Juhász Fesztivál, vagy a karcagi birka főzőverseny, vagy a magyarországi étele verseny például elmaradt a Covid miatt. Tehát ezek az érzékenyen érintettek, főleg így a gasztronómiai oldalán. Mellett azért volt egy-két ilyen, mert a Covid alatt is például volt olyan, hogy kisebb létszámú csapatnak főztünk, vagy de ilyen falunapok elmaradtak azért. Nagyon sok önkormányzati rendezvény, tehát nagyon sok helyen elhalasztották ezeket a rendezvényeket. De átéltük, túléltük. Én azt gondolom, hogy mindig előre nézzünk, ne hátra. Milyen formában találkoztál először a vadászattal? Hát a vadászat az én nagyapám az vadászember volt. Ő egy mádi borászember volt az én nagyapám, ő Mádon lakott, és ő borászattal foglalkozott a nagytatám, és ő vadászott. És ugye nyáron mindig lekerültem a tatához egy-két hétre, egy hónapra, vagy egyáltalán, és elvitt magával, akkor már ilyen általános iskola, 6-7-8. Osztályos voltam, és elvitt magával a tata nyúlhajtásra, fácánvadászatra, és ugye mi kellett egy ilyen 14 éves gyereknek, a puska, meg lőnek, meg szedhettem össze a fácán, tudod, meg hozhattam a nyulat, meg szóval igazából én akkor a hajtónak a feladatát teljesítettem a tata mellett, és engem nagyon vonzott, engem nagyon tetszett ugye gyerekfejjel a maga az, hogy fegyver, meg maga az, hogy vadászat, és maga az a, amit megint azt kell mondanom, hogy 40 évvel ezelőtt belémoltottak a vadászattal, ami már azt gondolom a mai nap nagyon-nagyon sajnálatosan hiányzik a vadászatból, az a régi módi, hogy ott a baráti társaságok jöttek össze, ott a beszélgetés, ott az ebéd vagy a vacsora a vadászat után, de maga a vadászat is, tehát az is egy olyan forgatókönyv szerint ment, hogy nem arról szólt, hogy minél többet lőjünk le, minél több legyen a teríték, minél nagyobb legyen hanem egyáltalán arról, hogy mindenki jól érezze magát, és akkor ott barátok voltak, ismerősök, tisztelték, szerették egymást. Én most azt látom a mai szememmel, itt a 40 éves vadász múltammal mondhatom én is azt most már, hogy ezek a régi vadászatok, ezek, illetve hát ilyen idősebb vadászokkal, még akik ugye fölöttem egy 20 évvel vannak, azok is visszasírják ezt, hogy ez a vadászat, ez már nem az. Ugye itt most már gyakorlatilag az egész világ, illetve minden arról szól, hogy a pénz, a pénz, a pénz. Sajnos a vadászatot is elvitte ez. Ugye most már egy valamire való vadásztársasági helyet, mondjuk ami nekem van a Somogyba, az 5 millió forintért tudsz megvásárolni egy nagy vadas területet, most azt azért nem mindenki engedheti meg magának. De mondhatom ezt itt nálunk az Alföldön, hogy Csongrádon például, vagy bárhol Kiskunfélegyházán nálunk is 2 millió forint egy apró vadas terület. Úgyhogy tehát nagyon pénzfüggő lett, és akkor ugye ez hozza magával azt is, hogy én annak idején, nem mondom, emlékszem rá, hogy vadásztársaságnál annak idején 15 tag volt, most itt társaságban vannak 100-an is. Most ugye én azt gondolom, hogy a vadállománynak a kimélése, illetve a vadállá, tehát maga a létszám függő is, tehát nyilván nem kell hozzá matematikusnak lenni, hogyha 100 ember vadászik, vagy 15, akkor nem annyi fog esni.
a vadból, de én azt gondolom, hogy ezt is elvitte sajnos a pénz. Nagyon rossz irányba vitte a pénz. Mind a mellett én azt gondolom, hogy aki vadászembernek vallja magát, és erdőjáró embernek vallja magát, az tisztelettel van a vaddal, illetve tisztelettel van az erdővel. Én úgy gondolom, hogy azért megyünk ki, hogy nyilván elejtsük a vadat, de ennek megvannak a szabályai. Tehát mindenféle szabályt betartva, így azt gondolom etikus, de ugye nagyon sok társaságnál, nagyon sok helyen ezt azért nem tartják alapvető dolognak, hanem a pénz. Most vannak ilyenek, hogy csomagot lehet például vásárolni. Tehát egy vadásztársaságtól megveszel egy csomagot, mondok egy számot, 3 millió forinté, abban megvan, hogy lőhetsz egy gimbikát, vagy egy dámbikát, vagy disznót lőhetsz, és akkor ez gyakorlatilag hogy a társaságnak is, meg az embernek is az az érdeke, hogy ez meglegyen. Tehát ez már nem arról szól, hogy kimegyünk és szórakozunk, és jól érezzük magunkat, és a barátokkal elbeszélgetünk meg. Szóval itt most már mennyiségi vadászat van, igen. És ami még engem ebbe a vadászatban még, hogy ugye rengeteg külföldi. Tehát miért van sok külföldi? Azért, mert pénzt hozzák. Tehát most ugye Magyarország nagy hatalom például a szarvasba, mert ugye a somogyi rész nekünk az egy világhíres, a somogyi meg a lábodi bikák, tehát ezek olyanok, hogy minden külföldi vadász ide vágyik, és itt szeretne bikát lőni, mert a magyar gémbika az ugye világhíres arról, hogy gyönyörű nagy világbajnok trófeákink vannak, tehát mindig ilyen aranyérmes bikákat lövetnek, és ezt is kiárusítjuk pénzért. És mennyi időt tud most ezzel tölteni a rendezvények? Hát figyelj csak, a vadászattal gyakorlatilag, ami kis idő marad így a rendezvények mellett, illetve hát beszéltünk itt az előbb a Covid-ról, a Covid idő alatt azért tudtam vadászni, mert nem volt letiltve a vadászat, mehettünk ki, és az egy nagyon jó idő volt. De egyébként van olyan, hogy maga a vadászat is nem azzal fog eltelni, hogy kimegyünk és akkor keressük a vadat, meg várjuk a vadat. És volt olyan sokszor, hogy fölültem a magas lesre, elővettem a keresőtávcsövet, nézelődtem, eltelt rajtam másfél-két óra, csend van, nyugalom van, nincs telefon, nincs zaj, és másfél-két órát ültem, lejöttem, és hogy eljöttem haza. És akkor néztem azt például, hogy a kívülállónak biztos, hogy nem mond semmit az, hogy mondjuk egy gím bikák, amikor bőgés van, és verekszenek. Tehát mikor a gimbikák nekifeszülnek egymásnak, és csattognak az agancsok, azt nem lehet semmihez hozzá hasonlítani, de ugyanez van a dámbarcogásnál is, hogy aki még nem hallott ilyet, az nem is tudja elképzelni, hogy mi ez. És egy vadászembernek ez zene a füleinek. Tehát egy ilyen. És erre volt idő az. És erre azért van idő, meg erre szakítunk időt, meg kell, hogy az ember valahol főtöltődjön, tudod. Én is ott tartok, a gyerekeim már kirepültek otthonról, párommal vagyunk ketten, és akkor egy kis szabadidőt azért mindig kell az embernek, hogy egy kicsit így, hogy neked például az írás, nekem a vadászat, az kikapcsol, az főtölt egy kicsit, tehát én azt gondolom, az nagyon jó dolog. Ebben a témakörben egy záró kérdésem van még, és egy picit visszakanyarodnék az elejére a jótékony rendezvényekre. Amikor én a pályámat kezdtem, és segítséget kaptam több felől, akkor azt mondták nekem, hogy ne köszönnek, hanem add tovább. És azt szeretném megkérdezni, hogy szerinted, hogy látod személy szerint, élére álltál a jótékony rendezvényeknek, lesz, aki tovább viszi? Hát figyelj, csak fogós kérdés, mert nem látok a hátam mögött, illetve az őszinteség az azt tartozik hozzá, hogy most a decemberi hónapban Kiskunfél egyházán egy Tóth Roland nevezetű fiatalember, aki szakács, egy éttermi szakácsos rác, ez teljesen saját maga és önköltségén fölvállalt egy főzést a rászorulók javára. Természetesen segítettünk kiosztani, meg egyáltalán, és ez engem nagyon pozitívan érintett, hogy ő egy ilyen 30 éves kaliberű fiatalember, és teljesen önszántából, elfelejtettem mondani az édesapját, Tóth Pál, ő is részt vett ebbe a rendezvénybe, ő gesztenyét sütött ugyanezen a rendezvényen,
illetve forró teával kínálták a rászorulókat, és egy nagyon jó sikerült sertéspörköltet főzött tarhonyával, egy 150 adag körül lett megfőzve, ott voltam, segítettem a kiosztásnál is, és egyebek, és amikor ez véget ért, akkor annyit mondott nekem a Roland, hogy 22 perc alatt osztottuk ki ezt a mennyiséget az embereknek. Tehát van valami pici fény a Roland személyébe is, hogy talán lesz, aki tovább viszi, illetve bízom benne, hogy ő az egyik úttörője lesz ennek, aki ezt talán folytatná. Mert hiszen az a baj, hogy rajtunk is elmúlik az idén is, ugye itt 60 évesen már majdnem annyit fogok bírni, de ha ilyen követők lesznek a hátam mögött, akkor bízom benne, hogy vesznek le a súlyból egy picit, és akkor mellettük ott elasszisztálunk. És akkor megérte az elmúlt. Így van, az elmúlt sok év, tudod, akkor azt mondom, hogy nem ment pazarba a munka. Mert hiszen azért az elmúlt 20 évben azért rengeteg mindent megcsináltunk, rengeteg mindent. Mondhatjuk a május 1-től kezdve a tréfás, békás forgatag, az alpolgármesterünk rendez minden évben egy ilyet, hogy ez a neve tréfás, békás forgatag a gyerekeknek. Ott is a palacsintasütés 100 számra. A gyerekeknek egy főzőversenye van, az is kombinálva, az is egy nagyon sikeres rendezvény. De mondhatok bármit, a nyugdíjas klubnak a főzés, tehát fölkérnek bennünket ilyenekre. Nagyon szívesen elmegyek, örülök neki. Az például most jöttem ide hozzá, 12-ként megálltam a nyugdíjas klubba, beszéltem a főnök asszonnyal, és ott is, hogy alig várják, hogy valamilyen rendezvényt tudjanak csinálni, és menjünk, és főzzünk, és csinálj, és nagyon szívesen megyek, és főleg az időseknek, mert azt mondom, hogy nélkülük nincs jövőnk nekünk se, tehát a múlt nélkül nincs jövő. Így van. És azt gondolom én, tehát én nekem az az arszpoétikám ebben, hogy küzdeni kell mindig, mert ami küzdelem nélkül van, az értéktelen. Így van. Maximálisan egyetért. Ennyi. A vadászat nálatok tradicionális szokás, vagy ezt te egyedül kezdted el? Nem, az én nagyapám, illetve a dédapám is vadászott, és amire nagyon büszke vagyok, hogy a dédapámnak egy puskája mai napig nálam van. Ez egy 1928-as gyártású alcsó kucsos Frommer, 20-as kaliberrel. Ez azt gondolom, hogy nem olyan nagyon sok puska van ebből, nem létezik bele nagyon sok puska. Keveset is csináltak akkor, ugye 1928-as években. Meg a vadászfegyver akkor még csak sörétes fegyverbe létezett. Tehát akkor még bolyós puska nem is volt. Akkor csak sörétes puska volt. Illetve a sörétes puskába használták az úgynevezett Breneke nevezetű lőszert. Az egy 18-20 gramos ólomgolyó, amivel ugye nagy vadat lőtték, de akkor még ilyen, hogy golyós puska akkor még nem létezett. És ebből a puskából én úgy mondom, hogy a dédnagyapám nagyapám hagyatékát őrizve, ez a mai napig a szekrényemben van, a fegyverszekrényemben tartom, illetve hát a fácán és nyúlvadászatokra ezt elhordom, és előszeretettel eldicsekszem vele, hogy nagyon kevés vadásztársam van, szerintem nem is nagyon van, akinek ilyen puskája létezik a szekrénybe. De én nagyon büszke vagyok erre, hogy az őseim is, és hozhattam magammal ezt a hagyatékot. Tehát akkor, és ezt még használod is a mai napig? Mai napig ez a társasvad vadászatra, a fácán és nyúlvadászatra, illetve a vaddisznóhajtásban is ezt lehet Brenekével nagyon szépen használni. Úgyhogy ez egy gyönyörű, szép állapotú, szinte újszerű állapotú puska, ez olyan állapotban van, hogy mint egy új puska úgy néz ki most is. És említetted itt az előbb, hogy viszonylag kevés készült ebből a... Igen, hát ezek kézzel készült fegyverek, ezek nem sorozatgyártás, tehát ez kézzel kovácsolt cső, meg hasonló, tehát ezek így készültek annak idején, ezek a puskák, tehát ez nem úgy sorozatgyártásba készül, mint most, hogy napi 5000 darabot leadnak a szalagról, hanem csináltak bele négyet. Csak most mondtam egy számot, tehát ebből a fegyverekben számozott mennyiség van, tehát ez nem úgy, hogy 1000 számra készítették ezeket a puskákat. Akkor viszont ez egy értékes. Igen, ez nagyon komoly értéket képvisel. Többször kísérelték már meg tőlem ezt megvásárolni, most hagyd ne mondjak árat rá, hogy mennyi, de azért elég szép pénzt ajánlottak érte, hogy megvásd, de én nem szeretnék megválni tőle, mert ugye ezt családi erekjeként őrzöm. Hát ez egyértelmű, ezzel én is egyértelmű. Ugye apukám kivételével, mert édesapám az nem vadászott, apukám kivételével, mint tényleg mindenki.
tehát dédapám, nagyapám, én azt gondolom, hát az én fiam, ez nem tudom, hogy viszi-e tovább a vadászatot, neki is megvan ugyan a vadászvizsgája, meg egyebek, meg ugye itt örökölheti tovább a fegyvereket, tőlem viheti, de ő nem kimondottan ez a vadász típus, ő benne nincs meg ez, ő inkább a horgászatnak hódol nagyon nagy szeretettel. Hát az is egy költséges sportág mostanában. Teljesen, igen. Viszont igen. Van olyan közös ismerősünk, aki 50-es éveiben kezdett el. Igen, Rászlós barátunk, mondjuk nyugodtan a nevét, őt én ottottam be ezzel vadászattal kapcsolatba, és azt gondolom a Lajos, hogy nagyon kulturáltan, nagyon szépen, és nagyon büszke vagyok a Lajosra egyébként, hozzá kell, hogy tegyem, mert a Kecskeméten vizsgázott a Lajos, a Máskiskumei Vadászkamaránál kapta meg a vadászvizsgáját, és a vadászbizottságnak az elnöke, tehát fölhívott engem, és azt mondta, hogy az elmúlt időszakban ilyen tanulója senki nem volt, aki hibátlanra vizsgázott le. Tehát nulla hibával vizsgálott a Rász Lajos. Én gratulálok neki, én is mondtam, nagyon büszke vagyok rá. Tanult is a Lajos sokat, meg oda is figyelt erre, de tényleg azt mondom, hogy ő így 50 pár évesen kezdte el a vadászatot, de szereti, imádja, ha mindig unszol engem is, hogy menjünk, vadászunk, csináljuk. Most a Covid alatt is, hogy ugye nem nagyon, akkor is elszöktünk, azért elmentünk egy kicsit vadászni, tudod. Bár ő aztán könnyen van, mert neki nincs kit elkérdezkedni, nekem van, de Lajos is szereti nagyon csinálni. Az mellett ugye mindig azt szoktam mondani, hogy a vadászember az főzni is kell, hogy tudjon. Mert aki elejti a vadat, annak tudnia kell a vadat megnyúzni, szétszedni, meg megfőzni. Meglőtte, hazavitte, megette. Mind meg kell. Tehát ez így van. És akkor én azt gondolom, hogy nincs is a vadászok között szerintem olyan, aki nem nagyon tudja az elejtett vadat megnyúzni, illetve szétszedni, illetve azt megfőzni. Minden vadász szerintem szeret főzni, tud is. Illetve hát a vadhús az azért mindenki tudja, illetve aki nem, annak elmondjuk, hogy koriózum, az egy olyan hús azért, amit nem a hentesnél vásárolunk, azt nem etetik ezzel, nem etetik azzal. Mi azt tanultuk, hogy a vadász csak azt teszi meg, ami az élet fenntartásához szükséges. Többet nem. Tehát nem láttam még kövér szarvast, meg kövér őzet. Ennyiből, hogy... Igen. És mondom, tehát ezek a vadhúsok is, ezek egy csodálatos jó dolgok. Én nagyon régóta fogyasztam ezt, illetve a családom is. Gyerekeim is imádják. Családunk is nagyon szereti. Illetve hát volt alkalmam veled is megkóstoltatni ezt, hogy ez mit tud? Nagyon köszönjük. Ez tényleg azt mondom, hogy ez a vadhúsok. Illetve hát most az idén március 18-án lesz a Magyarország ételeverseny. Most itt is a szürke marha, az alapanyag. Tehát ott is egy ilyen viszonylag őshonos fajta, tudod, tehát az is már kihaló félbe volt a szürke marha is. Ezt visszatelepítették, meg próbálják ezt meghozni. Hát ugye itt a vadászatnál más a helyzet azért. Itt is ugye a vadászat gyakorlatilag ez arról szól, hogyha nem a gazdasági oldalát nézzük, akkor gyakorlatilag az egy állománynak a beállításáról szól, hogy ne szaporodjon túl, illetve ki kell lőni a beteg vagy a sérült egyedeket, és az állománynak a szinten tartása. Tehát gyakorlatilag ez a vadászat, nem az, hogy kimegyünk és akkor lelőjük, azt elhozzuk, nem. Tehát ez egy összetettebb dolog annál sokkal. A Covid idején, ezt már említetted, hogy volt lehetőséged vadászni, hiszen az nem volt teljes mértékben tiltott, de az társasági eseményként, vagy ilyen magánszemélyként működhetett, tehát a külföldi társaságok akkor nem jöhettek. Nem engedték a külföldi vadászsebe, eleve nem engedtek, tehát nem kaptak engedélyt arra, hogy bejöjjenek. Illetve nálunk is, tehát tagként is, tehát a társasági tagként is, csak egymagad vagy kísérőben mehették ki maximum, vagy egy vendéget hozhattál magaddal, de nem külföldi vendéget nyilván. De a külföldi vadász is teljesen le volt tiltva a Covid idején. Hát ugye most ez a vadásztársaságnak nagy érvágás volt, anyagilag gondolom, ugye, mert ugye minden társaságnak bevétel azért elég szépen megcsappant. És maga a állománynak a fenntartása, az viszont a magyar vadászokra költség a vadásztársaságnak a vadfenntartást, tudod, mert ugye a vadat ugye etetni kell, igen, ahhoz, hogy a territóriumot megtartsa, tehát a vad is olyan, mint az ember, tudod, hogy tudja, hogy itt van a kaja, akkor oda megy este enni.
Tehát mi is tudjuk, hogy itt este vacsora van, akkor ide jön a vad is ilyen. Na most, hogyha a vadásztársaság kihagyja úgy anyagilag, vagy erkölcsi, vagy bárhogy a vadetetést, akkor a vad az elmegy oda, ahol ennivalót talál. Tehát elhagyja a területet, és ez a vadásztársaságnak az már nem jó. Tehát itt a Covid idején a vadásztársaságnak is keményen zsebbe kellett nyúlnia, hogy a vadat ugyanúgy etetni kellett neki, de bevétel kívülről sem ennyi. És ez a 2020-as évet kísérte végig? Így van, így van. 21-ben azért még 21-ben már úgy nagyjából, igen. Igen, igen. De nagy érvágás volt minden vadásztársaságnak, az biztos. Jó, a nagymamámnak a kenyér receptjét szeretném megosztani a kedves nézőkkel. Hát ezen lehet vihart kavarni a recepten, mert ugye ahány ember annyiféle kenyér receptet ismer. Én a nagymamám receptjét tudom, ő a kovászolt kenyeret készítette, ehhez ugye készítettek egy úgynevezett élőkovászt, amely gyakorlatilag a legegyszerűbben 20 deka lisztből, 2 deci vízből állt, és ezt a kovászt, ezt úgynevezett etetéssel gyártották, ez egy hét alatt készült el tulajdonképpen, és ebből a kovászból készült utána a kenyér, amelyhez a fehér búzakenyérről beszélünk, 80 dekagram lisztet használt a nagymamám, 20 dekát ebből az élőkovászból, 3 deka sót, és ízlés szerint, ugye most már a zsírral, illetve az olajjal van variáció, hogy ki melyiket szereti, a nagymamám 10 deka zsírral csinálta ezt az egész dolgot, és ugye innen a dagasztási folyamat következett, aztán amikor véget ért a dagasztás, akkor ugye a kelesztési időt, ezt is mindenki saját maga, és azt szoktam mondani, hogy mindenki, ahogy érzi, a nagymama is azt csinált, hogy amikor látta, kitakarta a kenyeret, amikor a dagasztáshoz be volt takarva, kitakarta, és megnézte, hogy milyen állapotban, akkor elővette, áthajtogatta, ez is olyan, hogy ki hogy hajtsa, 3-ba, 5-be, 8-ba, és amikor ez elkészült, akkor addigra a mama befűtötte a kemencét, és utána elkészült a kenyér sütése. Amikor kivettem a nagymamám a megsült kenyeret a kemencéből, akkor szintén betakarta egy ruhával, alátett egy fakanalat a kenyér alá, azért, hogy ne párásodjon benne, nedvesedjen be a kenyérnek az alja, és ez mikor kihűlt, utána szeghető, illetve fogyasztható volt a kenyér. Na most én mindenkinek azt tanácsolom, hogy ez a recept, ez egy alaprecept, amit én elmondtam. Ezt mondjuk 45 évre visszamenőleg tudom mondani. Soha nem vett ki a nagymamám a kemencéjéből rossz kenyeret. Nagyon finom volt. Most is szeretnék ugyanilyet enni, csak az alapanyagok ugye ezt már nem adják. Próbálják ki otthon, és ehhez mindenkinek nagyon jó étvágyat kívánok. A Covid idején emlékszem, hogy nagyon sokan próbálkoztak otthon a kenyérsütéssel. A világhálón mindenhonnan ez köszönt vissza. Én magam is megpróbáltam. Én nem fotóztam le, de észre lehetett venni, hogy fogyasztottam házi kenyere. Azt szeretném megkérdezni, hogy így, hogy szakácsként, és értve nagyon sok ételnek az elállításához, ebben az időszakban mindent magadnak készítettél otthon, és ez a mai napig így megmaradt. Tehát gyakorlatilag a kérdésem lényeg az, hogy a kenyérsütés az nálatok, hogy működik, otthon készül, vagy az még mindig pékségektől kerül beszerzésre? Figyelj csak, a kenyérkészítés az úgy működik nálunk, hogy igazából otthon készül, én szoktam sütni kenyeret, csak egy kritériuma van, hogy nincsen kemencém, de van egy orvosbarátom, neki van egy gyönyörű búbos kemencéje, egy 1800-as évek végéről itt maradt tanyán egy búbos kemence, és oda hordjuk ki a kenyeret megsütetet, itthon megdagasztom a kenyeret, előkészítem és a sütést, illetve a kemencének a befűtését, azt kint a tanyán csináljuk. Na most ez nem heti rendszerességgel van, visszatérek arra a nagymamám idejére, amikor a nagymama ugye nálunk a péntek az kenyérsütés volt, illetve a nagymamáméknál, és minden héten a mama pénteken kenyeret sütött. Hát ugye annak előzménye van a kenyérnek, ugye ott van egy kovászkészítés, van a kelesztési időszak, tehát, és a pénteki az mindig a kenyérsütés, a kemencét befűteni, akkor be kellett hordani mamának. Ilyen
szőlőrőzsét, meg ilyenekkel tüzeltem a kemencét, és annak is milliárd egy fortéja, és a gyerek feje úgy mind bennem van. Hm. Egy kemencét is azért egy laikus, aki soha nem tüzelt be kemencébe, az most hogy fűtse be, mennyire kell befűteni egy kemencét, honnan tudod, hogy jó a kemencének a hőmérséklete. Kemence típustól függ, hogy bűbos kemence, vannak most ezek a sok modern kemencék. És visszatérek arra, hogy mi szoktunk kenyeret sütni a doktor barátomnál, és akkor én elkészítem itthon a kenyeret, és akkor kimegyünk, befűtjük a kemencét, és akkor sütünk. 3 kilós kenyereket szoktunk sütni, abból sütök 2-t, és akkor igen. Hát a nagymamám az 2-t sütött, és a családot az 1 hétig elbírta a 2-3 kilós kenyér. Hát ugye más volt abban az időben, mikor még az én nagyanyám élt, meg mi gyerekfejjel láttam ezt a dolgot, akkor más volt még a kenyérnek a becsülete is, mint most. Most a kenyérnek én azt látom, hogy nem sok becsülete van, mert gyerekfejjel én, amikor el kellett, hogy menjek egy boltba, akkor én emlékszem rá, hogy nem volt 47 féle kenyér, mint most. Mert most van 40, ilyen kenyér, olyan kenyér, mézes cipó, meg minden van most. Csak jó kenyér nincs. Minden van, csak jó kenyér nincs. De ez így van sajnos, mert amikor bementem én gyerekfejjel a boltba, akkor kilós vekni volt, vagy 3 kilós kenyér volt, a tisztatályi kenyérboltban emlékszem rá, ott is ez a 3 kilós nagy veknik voltak, gyönyörűek igen. voltak, és akkor tudták kérni egy kilót is, de az jó kenyér volt, az finom, most is a számban van az íz, az finom kenyér volt. Ezek a mostani kenyerek én látom, mert ugye mi is nap mint nap ezt éljük, mert azért én is, hogy sütök kenyeret, nem mindig sütögetem a kenyeret, de nemzetes ünnepekkor, mint a Gyula névnap, meg Húsvét, meg Karácsony, tehát akkor nyilván mindig úgy szoktuk egyébként a Karácsonyit egyébként csinálni, most is ez így készült, hogy 2-3 kilós kenyeret előkészítik, azt kivisszük a kemencébe, illetve van egy öntvény nagy lábasom, ebben 45 darab töltött káposzta fér bele, és azt is utána betoljuk a kemencébe, amikor kivettük a kenyeret. Ezt is szegény nagyanyámtól láttam még, hogy mama is mindig azt csinálta, hogy amikor kenyér kisült, akkor ugye még a kemence az még elég meleg ahhoz, hogy akár pörköltet, bármit, akkor mindig betolták, és én mindig arra emlékszem, hogy amikor betették a töltött káposztát, és akkor másnap reggel vették ki. És utánozhatatlan annak az íze. És ez gyönyörűen megfőtöz. És ez csoda. És ezt a szokást én viszem tovább, mert karácsonykor, minden karácsonykor mi ezt megcsináljuk, a kenyeret is, illetve a töltött káposztát is. De mondom, tehát visszatérek arra, erre mostani kenyerekre, hogy ez megveszed, az 2 nap után penészes, meg tudod enni, tudod. És akkor mondhatják, hogy ilyen kenyér, meg visszatérhetünk arra, hogy kovászos, meg kovásztalan, meg ilyen kenyér. Mindegy, tehát az a kenyér, az már nem lesz soha szerintem, amit én gyerekkorom vettem, illetve amit én csinálok most kenyeret, annak sem ugyanaz az íze, nem ugyanaz az állaga, mint amit a mama csinált. Alapanyag függ? Alapanyag, így van, nincs olyan liszt. Uh-huh. Én soha nem fogom elfelejteni azt, hogy még Kiskunfélegyházán működött a villanymalom. Lehet, hogy te tudod, ott a lakótelepe szemben volt a villanymalom. És ott volt egy barátom, aki mollár. Őrötik a lisztet. És mondta nekem, a nagymamám akkor még élt, és akkor mondta a nagymama, hogy beszéljek már a haverommal, hogy ő neki valami jó lisztet, hogy csináljon már neki, és kimentem a Jóskával, beszéltem, és csinált egy zsák lisztet a mamának, és elhoztam a lisztet a mamához, és kinyitottam a zsákot, a nagymamám így belenyúlt, így meggyűrt az ujjaik között a lisztet, és azt mondta a mama, hogy kisfiam, utoljára lánykoromba fogtam ilyen lisztet, mint ami ez volt. És akkor kérdeztem a Jóskát, hogy mit csinált, és akkor mondta, hogy semmi különleges, csak a búzának a legjavát darátod, mert ugye a búzából is ugye tudjuk, hogy többféle cuccot vesznek ki, rozsos, meg mindenféle, ugye finomítják a lisztet, többféle finomításon megy át, és az nem mindegy, hogy hol veszed ki a kenyérlisztet. Most ez is egy tradíció, vagy nem tudom, hogy mi ez, hogy van, aki esküszik arra, hogy BL 55, igen. Tudom, meg, tehát százas, meg mit tudom, ilyen. Én azt gondolom, hogy ezek a lisztek, maga búza se olyan. Maga a búza se olyan, mint régen volt, én azt gondolom, de semmi, beszéltünk itt az előbb a húsokról. Én egyedül azt gondolom, a vad az olyan, mint régen volt, annyi kivétellel, hogy most ugye vesszük észre, most mink is a vadászatok során, hogy amikor szétszedünk egy jószágot, hogy a sok méreganyag azért
más, mint azért 40 évvel ezelőtt van, mert rengeteg permetezés a földeken. Ami belekerül már. Így van, így van, így van. És akkor azért be kell vizsgáltatni a vadat mindig, tudod, fogyasztás előtt. És akkor azért a májában a vadnak azért van, mikor találnak azért elég sok méreganyagot, tudod, hogy eszik azért repcét, le van permetezve. Na ugyanez van a búzánál is, meg mindennél, tudod, hogy, hogy azt is mindenféle növényvédőszerrel, és már nem olyan a talaj, nem olyan az időjárás, tudjuk mindjárt, hogy ugye ennek. És én azt gondolom, azért nem tudunk mi már ilyet csinálni. Maga a tudás az meg lenne, azt gondolom, meg azt lenne. Elestük. Csak maga az alapanyag. Elestük, csak az alapanyag nem ugyanaz. Így van, így van. Mai kérdésem. Melyik évben gyártották Gyula dédapjától örökölt vadászpuskáját? Kövessék az interjúkat, gyűjtsék a válaszokat, mert a könyvbemutatók alkalmával talán még hasznát is vehetik. Az, hogy miként találkozik a kenyérsütés, a segítségnyújtás természetessége, a Covid időszak megpróbáltatásai és a vadászat, az kiderül a Pillanatok című novellás kötet, Ha szemből fúj a szél című novellájából, mely 2023. szeptember 30-án fog megjelenni az Irodalmi Rádió gondozásában. Viszont mindaddig Gyulát is arra szeretném megkérni, hogy ajánljon nekünk valamit, amivel a nézőink el tudják tölteni az addigi szabadidejüket, ez lehet egy könyv, egy film, vagy akár egy rendezvény. Hát én személy szerint először is nagyon gratulálok a novellához. Köszönöm szépen. Én személy szerint azt gondolom, hogy ha tudnék ajánlani egy rendezvényt, amire a közönséget meghívnánk, az a Karcagi Birka Fesztivál lenne, a Birka Főző Fesztivál. Ez a, nem tudom pontosan, nem akarok butaságot mondani, hogy hanyadik, de 20. pár, igen. Illetve te is megtisztelhettél bennünket ott. Nagyon jó volt. És ott a legutóbbi Karcagi Birka Főző verseny, ott a számisztika szerint ott 17 ezer ember fordult meg. 519-es bográcsban főzték a pörköltet. Tehát ez azért magáért beszél, és azt gondolom, hogy maga a rendezvény, mint olyan, nem véletlen az ország egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb rendezvénye a Karcagi Birka Főzőverseny. Nem véletlen, hogy ennyi embert vonz, illetve ennyi ember kíváncsi erre a rendezvényre. Maga a helyszín is, ugye, az is egy gyönyörű környezetben van, illetve hát ugye ennek a birka főző versenynek a tradícióját, az alapjait, ezt még a Benke Laci bácsi tette le annak idején, ő töltötte be a zsűri elnök szerepet mindig, mellette ugye illusztris mesterszakácsok, séfek, akik a zsűribe helyet foglaltak, alkalmas, így 40 fő, ugye ennyi ételt lezsűrizni. A legutóbbi Karcagi Birka Főzőn a Garaci Jani bácsi vette át ezt az elnöki tisztet, a zsűri elnöki tisztet, hogy a Benke Laci bácsi sajnálatos módon ugye elhunyt, és a Garaci Jani bácsi irányításával történt ez. Én szerintem egy nagyon sikeres, egy nagyon szép rendezvény volt, amit azt gondolom, hogy évről évre egyre több ember látogat, illetve ott mindenki a maga élményét keresi, itt mindent meg lehet találni ezen a rendezvényen, a gasztronómiától kezdve, a borkóstolótól kezdve, a saját szórakozás, tehát minden egy nagyon nagyszerű rendezvénynek tartom, és ezt szívvel ajánlom bárkinek, hogy látogassa meg ezt a rendezvényt. Köszönjük szépen. Ha jól tudom, ez már nemzetközileg is látogatott, hogyne, tehát persze, ez már nem persze. Csak magyar. Persze, ezt már több felől jönnek úgy főzőcsapatok, mint vendégek. Nyilván a főzőcsapatokat is azt hiszem, nem így számszakilag nem tudom pontosan, hogy mennyi, de sokan vannak, akik külhomból jönnek haza, és ezen a birka főző verseny megmérettik a tudásukat. Gyula, nagyon szépen köszönjük, mindenképpen tiszteletünket tesszük, ha időnk engedi ezen a rendezvényen. Mire eljutunk az adásba kerülésig, ki is derítjük, hogy pontosan mikor lesz dátum szerint maga a birkafőző fesztivál, és hát nagyon szépen köszönöm, hogy ellátogattál hozzánk.
Én köszönöm a meghívást. Szeretném, hogyha te is elfogadnád az ajándékunkat, viseld egészséggel, és még nagyon sokáig tudj zsűrizni nagyon sok színvonalas rendezvényen, vagy éppen akkor, amikor a szabadidődben az erdőt járod, de valamikor bízunk benne, hogy eszedbe jutunk, és jó szívvel gondolsz majd nagyon ránk. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon sok minden jót kívánok neked, köszönöm. Jó egészséget. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. És köszönöm szépen önöknek is a figyelmet. A Könyvfluencer mai adása ezzel ért véget. Hamarosan folytatódik a könyvbemutatás, ahol már egy másik élet, másik történetével folytatjuk az adássorozatot, és haladunk tovább lapról lapra.